Itt a helyed, ez áll a Nyíregyházi Egyetem november 7-i nyílt napját hirdető plakáton. Az intézmény, ahogy az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, üzemmódot váltott, és már is azon dolgozik, hogy megtalálja és meggyőzze leendő hallgatóit. Halkóni Rudolf Éva kancellár azt mondta, a képzések, az ösztöndíj lehetőségek és a korszerű infrastruktúrális feltételek miatt egyaránt érdemes a Nyíregyházi Egyetemet választani. Nagyon széles a portfóliunk, a képzési portfóliunk, mindent fogunk hirdetni, különböző tudományterületek, műszaki, mezőgazdasági, gazdálkodástudományi, művészet közvetítői képzéseink vannak, és ugye a pilóta képzés nem utolsó sorban, és a pedagógus képzésre felhívnám külön is a figyelmet, ami nagyon fontos a mostani világban, halljuk, hogy mennyire fontos az utánpótlás a pedagógus területen is. No de, aki belép ide a Nyíregyházi Egyetemre, mit is talál? A 21. századi kampuszba lép be, minden hallgatónak, aki igényli, légi férőhelyet tudunk biztosítani. Hideg-meleg étkezést tudunk szinte minden helyen, szórakozási lehetőségekre van lehetőség. Támogatjuk is egyébként mind a hallgatói, mind pedig az egyéb rendezvényeket, például táncházat szoktunk szervezni, ami igencsak nagy népszerűségnek örvend. Fontos tudni azt is, hogy különböző ösztöndíjakkal is támogatjuk, és még fogjuk bővíteni az ösztöndíjak körét a jövő évre, jövő évtől kezdődően is. Szabó György, az intézmény rektora elmondta, nem csak az a cél, hogy minél többen jelentkezzenek a Nyíregyházi Egyetem képzéseire, hanem hogy csökkentsék a lemorzsolódást. Hozzátette, sok felsőoktatási intézmény küzd ezzel a problémával, így fontos feladat, hogy jól orientálják a fiatalokat. Ha az okait vizsgáljuk, az esetek meghatározó részében nem arról van szó, hogy nem megfelelő képességű gyerekek kerülnek be, nem megfelelő helyre, nem illeszkedik az ő elképzelése és a valóság. Ebbe próbálunk segíteni. Ne kudarcként élje meg, hogy úristen, elkezdtem a gépszerkezettani tanulmányaimat, de hát ott akkor a matek és fizika kell, de én tulajdonképpen bölcsész vagyok, csak nagy volt a családi nyomás. Tehát keresse meg mindenki azt a helyet, azt a tudományterületet, szakmát, amiben jól tud teljesíteni, ki tud bontakozni. Tehát ez egy ilyen karrier tanácsadás és élet segítési eszközként kíván a Nyíregyházi Egyetem működni. A sajtótájékoztatón elhangzott új szakok is megjelennek majd a képzési kínálatban. A részletekről a Nyíregyházi Egyetem vezetői a november 7-i nyílt napon tájékoztatják a nyilvánosságot, melynek központi helyszíne a B épület Kodály terme lesz.